Életében először felkészülő, és így látszik lesz értelme annak, amit mond. Dzsuzsák Balázsnak ugye lejár a szerződése hónap végén a méltán elismert Egyesült Arab Emírségek bajnokságában az Al-Wahda nevű csapatnál. Annyit mondott el, hogy őt leginkább a pénz motiválja ebben az egészben. Magas szintű futballal nem, viszont keci sok pénzzel tudnak szolgálni. Ott hozzá se tudsz szokni olyan színvonalhoz már egyébként, ami így a válogatottban valami átütő erőt jelentett. Hát milyen bajnokság? A szarabb, mint a magyar. A Magyarországon elvileg megkeresett legnagyobb fizetések 100-150 millió között mozognak, körülbelül 1 milliárd forintot keres, ugye? Egy kurva szót nem említett arról, hogy egyébként ő milyen típusú csapatba szeretne. Arról egy szó sem volt, hogy ő szeretne legalább egy Európa Liga csoportkörös szereplést. Nem! Igen. Arról van szó, hogy lesz elég benzinem a kibaszott Bentley-be. Érted? Lamborghini. Szóval Lamborghini. Mindegy nekem. Én nagyon szeretném, hogyha nem is tudom, nyilatkozni a Dzsuzsák Balázs valamikor arról is, hogy vannak még ebből a sportba céljai. 31 éves, és jól láthatóan semmi olyan ambíció. De egyébként igazságtalan vagy, mert van benne becsvágy, ki is fog jönni belőle, amikor mondjuk kikapunk 3-0 a finnektől az első Európai Nemzetek Ligája meccsen. A meccs utáni nyilatkozatba törölgeti a könyveket a szeméből. Jobb lenne, hogyha még utoljára megpróbálna focista lenni. A legerősebb tippem, hogy Kínába fog kiukatni, biztos, hogy az EU-ban nem nagyon fog kelleni. Meghalt Kovács Ferenc, aki 1984-85-ben az utolsó igazi nagy magyar futballcsodát végrehajtotta a Videoton, amikor UEFA kupába döntőig jutott egy ismeretlen kisváros, addig ismeretlen kis csapata. Hogy lassan az utolsó olyan ember is eltávozott, akinek még valamennyire lehetett volna adni a szavára. Letett egy 6 évvel ezelőtt egy ilyen fejlesztési tervet, hogy az utánpótlást hogyan kéne rendbe rakni Magyarországon, amit elkezdett a futballszövetség megvalósítani, aztán inkább félre rakta, mert jött a Stork féle koncepciója. Minden egyes megnyilvánulása azt mutatta be annak az embernek, hogy egyébként okosabb volt, mint a többiek. Az ilyen embereknek kellett volna a tudását kihasználni egyébként, ehhez képest csupa ilyen ingyen élő senki házi dolgozó. Kiről beszélünk, ugye? Készültem, egy gyerekkorom kedvenc csapatáról van szó, ugye? Videótorról. Ez a 85-86-os keret, de gyakorlatilag megegyezik még a UEFA kupa döntős kerete. Aztán a Feli bácsi elmegy Spanyolországba, de visszatér a Videótonba, de akkor már nem tudja sajnos meg ismételni a sikereit. Itt van Horváth Ferenc. Itt viszont egy érdekes nevű futballista van. Úgy hívják, hogy... László Csaba, és ugye a Viki nem szokott a kamera elé jönni, de az ő édesapukájáról van szó. Hát nekem ezek ilyen 31-32 éves erekék, ugye otthon. Szeretném hozzátenni, hogy milyen stram édesapád van. Tavaly és idén is egy olyan szabálynak köszönhetően maradtunk benne, ami egyébként Magyarországon kívül gyakorlatilag nem létezik. Hogyha két csapat azonos pontszámban áll, akkor nálunk nem az egymás elleni eredmény dönt, hanem a több győzelem, és a Diózsérnek volt több győzelem. A Diózsér megverte a Videoton 2-1-re, de úgy, hogy a Videoton nem a B, hanem a C csapatával állt ki. Olyan játékosok, akik alig kaptak lehetőséget, vagy egyáltalán nem kaptak lehetőséget eddig a bajnokságban, mert hogy a legjobbaknak pihenőt adtak. Egyszerűen nem akarja szopatni a játékosait. A legjobbak még csak nem is nevezték már erre a meccset, mert hogy minek. Kezdődik a felkészítés, meg a Bajnokok Ligája selejtező július közepén. Ki a faszt érdekel Videótoni szemszögből az, hogy mi történik Balmazújvárosban? Van egy edző, azt mondja, hogy tudjátok mit, menjetek fel fiatalok, játszatok egy jót. Videóton gyakorlatilag leadta ezt a meccset. De hát, ez nem csak itthon van így, ez a világon mindenhol így van. Az a csapat, hogyha látod a meccset, az meg akarta nyerni, hiszen a Pátkai akkora gecinás kapufát rúgott egyébként. A csapat meg akarta nyerni, csak a csapatvezetőjük gondolták, hogy nem tesznek meg mindent azért, hogy megnyerjék hát ezt a meccset. De nem is kell megtenni. Az igazság fordított esetben írtozatosan nagy botrány lett volna. Elengedték a Balmazújváros kezét, mert ciki lenne, hogy a 15 milliárdos stadionos Diósgyőr kiesik. Az Orbáni rendszer eddig a pályán nem nagyon akart belenyúlni a foci viszonyokba. Ezt engedjük el. Hirdessünk eredményt. De én ezt nem fogadom el, hogy én kaptam ki. Nem jelzhetünk, hogy ez egy pontverseny. Hirdessünk eredményt a tippversenyünkben. Bajnoknak kitippeltünk, te a Videótont, én a Videótont. 1-1. Kitippeltünk a harmadiknak, te a Debrecent, én az Újpestet. 2-1 nekem. Kitippeltünk kiesőnek,
Te a Balmasz meg a Mezőkövesdet 2-2, én a Vasast és a Diósgyőrt 3-2. De gratulálok legalább erre! De nem koronázzuk meg a szabályon. Koronázzuk meg az NBA bohócát! Tessék! Egy pár hetes külön kiadás következik, mert valami futballvilágbajnokságot rendeznek. Megint nem leszünk ott. Oroszországban. Arról is fogunk okoskodni egy csomó Facebook live videóba. Talán vendégekkel, talán érdekes vendégekkel, talán unalmas vendégekkel. Azért közben azért meg fogunk emlékezni mondjuk az Európai Kupák sorsolására, jó? Kövessétek a zoom.hu Facebook oldalát, ez volt a jó lövés bedobása, követő között pedig igazi amerikai típusú rágógumikat sorsolunk ki. Nem sorsolnak ki semmit! Ja, lófa se sorsolunk ki, hazudtam!